Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik kriptokereskedési platform. Kriptoverzum ismét, üdvözlünk mindenkit. Andor Tóth Anna a mikrofonnál és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek ma is. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát szerintem olyan témáról fogunk beszélni, amit a Trend FM-ről még nem nagyon hangzott el. OnlyFans lesz a középpontban a következő percekben. Na de viccet félretéve, hát nyilván egy internetes tartalom előfizetési szolgáltatásról van szó, de hát mindenki pontosan tudja, hogy a legtöbben mire is használják ezt a felületet. És most az OnlyFans-nek a anyavállalatáról beszélünk, ugyanis nyit a kriptovilág felé. Jól mondom? Igen, ők már eddig is nyitottak, mert talán egy vagy két évvel ezelőtt lehetővé tették, hogy NFT-ken keresztül is lehessen értékesíteni az ott lévő tartalmakat. Úgyhogy nem ez az első lépés a cégtől. Sőt, a idén leadott éves jelentésben egy korábban már megvalósult tranzakciónak a nyomaira leltek. Igaziból most lett publikus, hogy ők 21-22-ben viszonylag nagy mennyiségben Ethereumot vásároltak. A hírek szerint 20 millió dollár értékben. De ami most talán a legérdekesebb, hogy szó van arról, hogy elérhetővé tegyék a kriptós fizetést az oldalon. Ezt ők azzal indokolják, hogy valószínűleg olyan helyeken is szívesen fizetnének elő az ott lévő tartalmakra, ahol nincsenek bankszámláik az embereknek. Hát itt lehet gondolni Afrikára, lehet gondolni Dél-Amerikára, de hát az is lehet, hogy más van emögött. Hát például, hogy névtelenek szeretnének sokan maradni, és névtelenül fizetni. Hát ezt azt gondolom, hogy jobban lehet ezt tálalni bárhogy, de azért ez lehet a háttérben. El tudom képzelni, hogy vannak egészen pontos mérések arra, hogy hány százaléka a felhasználóknak azért nem vesz fizetett tartalmat, mert ugye ezt átutalással, PayPal-lal, kártyával, vagy mindenképpen valami olyan módon kell kifizetni, ami névhez kötődik. Oké, hát ezt nyilván ebből csak találgatni tudunk, viszont az, hogy 20 millió dollárnyi Ethereumot vett, az egy vállalatnál nagynak számít, jelentős összeg ez? Ugye itt a Phoenix International-ről van szó, anyavállalata az OnlyFans-nek, hogyha csak az OnlyFans bevételeket nézzük, akkor sem egy jelentős összeg, és hát most néztem utána, egészen elképesztő statisztikák vannak. Az év első feléből találtam statisztikákat, ebbe egyébként szépen le vannak írva a fél évről fél évre történő növekedések, tehát felhasználó számban 2020 januárjában még csak 12 millió felhasználójuk volt, ez idén évelején már bőven 200 millió felhasználó felett volt, amin én nagyon meglepődtem, hogy tartalom kreátor, tehát aki tartalmakat tölt fel, az több mint 2 millió ember, tehát 2,1 millió tartalomkészítő van. És mostanra ott tart az oldal, hogy naponta 500 ezer új látogatója van az OnlyFans-nek. Tehát ezek óriási számok. Ez egy bődületesen nagy üzlet, és egy nagyon komoly iparág pénzügyi szempontból. Óriási számok nyilván, és hogyha mindezt még névtelenül is lehet majd használni, azt gondolom további emelkedést eredményezhet. Biztos vagyok benne, hogy komoly mérések vannak erre vonatkozóan, hogy milyen forgalomnövekedést várnak attól, hogyha névtelenül lehet fizetni. Egyébként most attól függetlenül, hogy mivel foglalkozik egy-egy cég, vagy egy-egy ilyen szolgáltatás, láttunk már nagyobb cégeket is, hogy készülnek, illetve már részben szolgáltatásukra el is fogadnak kriptókat. Ez az irány, ez a jövő? Egyértelműen ez a jövő, és talán olyan szempontból nem furcsa, hogy egy ilyen oldal az elsők között van, akik kriptót fogad el, hiszen itt valóban nagy számú igény lehet arra, hogy anonim lehessen fizetni ezekért a tartalmakért. Ellenben ez egy jó mutató lesz más jellegű oldalaknak is,
hogy mire számíthatnak. Nyilván ki kell szűrni a különböző szempontokat, de lehet belőle következtetni. Az biztos, hogy ha egy-egy online szolgáltató megfontolja a kriptos fizetést, hogy ez milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, akkor azt gondolom, hogy bevétel szempontjából mindenképpen pozitív mérleget tud hozni, hogyha elfogadnak kriptót. Rengeteg jogi kérdés van egyébként emögött, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy ilyen komoly cég, hát ez, tegyük félre, hogy mivel foglalkozik, ez egy komoly üzleti vállalkozás, és nem kicsik, hanem nagyok. Ott biztosan a jogászok országszintre levetítve készülnek ezzel, és valószínű, hogy nem is egyszerre lesz bekapcsolva ez a szolgáltatás, hanem lépésről lépésre. Nyilván tudjuk, hogy azt is lehet, ki lehet játszani, hogy ki milyen országból csatlakozik. Erre a másik oldalról lehet védekezni, hogyha akarnak, nem tudom, hogy ennél ebben az esetben ez számukra érdekese, de ugye ki lehet zárni a VPN-es csatlakozásokat, hogyha valaki úgy akarja kijátszani, de akkor tovább lehet menni, hogyha valaki rendelkezik egy kis informatikai tudással, akkor erre is léteznek megoldások. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan milyen jogszabályokat hogy kell követni. Van róla némi fogalmam, de nem akarok most átmenni jogászba, mert nem vagyok jogász. Ugye arról sokat beszélgettünk, hogy a kriptók elsősorban befektetési eszközök, tehát a hétköznapi fizetés még azért nem holnap lesz velük. Mégis kinek lehet a célja elsősorban ezeket bevezetni, hiszen most azt nem feltétlenül akarom eltitkolni, hogy én most veszek egy porszívót. Tehát az, hogy hétköznapi eszközöket, hétköznapi felhasználású dolgokat kriptóval fizessek ki, attól még azért nagyon távol vagyunk, meg nem is cél, vagy de? Nagyon jól mondtad az elején, hogy jelenleg, és akkor most gondoljunk itt a bitcoinra, nem azért veszünk, és nem azért tartjuk a bitcoint, hogy a napi költekezéseinket abból fizessük. Egyébként erre vannak a stablecoinok. Ezeknek sem ez a fő küldetése, de egyébként, ha valaki már kriptóba keresi a kenyerét, akkor neki sokkal egyszerűbb, ha erre lehetősége van, hogyha stablecoinokból költi el. Na jó, de az még azért egy nagyon szűk réteg, aki kriptókban kap fizetést. Nagyon szűk réteg, de ez évente növekszik ez a szűk réteg, és nem is kis számba. Sajnos pontos statisztikákat régen láttam, és rövid időszakra, de megkockáztatom, hogy ez évente többszörözi magát, és itt nem áll le a növekedés egy-egy medvepiac esetén sem, viszont a bika piaccal együttembe gyorsul. Úgyhogy szerintem néhány éven belül az teljesen természetes lesz, hogy mindenkinek lesz az ismeretség körébe olyan, aki kriptóba keresi a pénzét, egész egyszerűen a munkája jellege miatt, és valószínűleg ez egy nemzetközi munka lesz, amit online végez. Ez a legegyszerűbb módja, hogy könnyen gyorsan menjen az elszámolás, esetleg automatikusan menjen az elszámolás egy okos szerződésből. Tehát, de ennek a jogi háttere megvan? Például az Európai Unióban ennek tökéletesen megvan a jogi háttere, ugye a Mikával együtt ezt normális keretek közé zárták, és rátették arra a sínre, ahonnan ezt stabilan és biztos háttérrel jogszerűen lehet folytatni. Most még egy picit szokatlan, de teljesen jogszerű. Ezt ugye egy évvel ezelőtt, meg két évvel ezelőtt még úgy éreztük, hogy ettől nagyon messze vagyunk, most már nem. És hát látjuk, hogy Európai Unión kívül is roham tempóba születnek meg a szabályok erre. Szóval nyitnak, és valószínűleg nyitni is fognak a cégek a kriptós fizetés felé. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszi szépen, sziasztok! Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet. Kriptoverzum. Minden hétfőn és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes a Mozaik kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!